Sziasztok, Srezi finálé és 2023 tele. Tobogadi Kanova, negyedik rész. Negyedik és egyben utolsó. Ebben már leérünk a ösvény aljára, ami egyben felviteli pont is. Jó tudni, hogy lehet oda upliftet kérni. A Finale Expressnek van innen is felszállítása, amire föl kell iratkozni, tehát nem adhok jellegű. De ha úgy terveztek egy napot, akkor itt föl tudtok szállni az aljába, mert egyébként igen hosszú aszfaltos mászás van vissza a faluba. Vagy csak úgy általában ki ebből a völgyből, sajnos. Egy hosszú gurigázás után innen ilyen trail kijárat nincs. Muszáj elindulni az aszfalton, és ott is befejezni, és a végén sajnos mászás van mindenképp arra. Picit poros, ez egy nagyon járt ösvény, pláne most, hogy a NATO trailek zárva vannak. Spektrál itt nagyon sokat küzdöttem, mert hosszú ezekhez a kanyarokhoz az a bicikli, illetve hát az én technikám nem megfelelő hozzá, hogy abban jól be tudjak kanyarodni, és ebbe ez a viszonylag valahogy rövidebbnek érződő fordulékonyabb gép, ez sokkal jobb nekem ilyen helyeken. Meg kb. Mindenhol, mert én sose voltam a sebesség ördöge, viszont a meredek meg kanyargós trailket szeretem is, oda ez csak így egyszerűen jobb. Ha ezeket járnám éjjel-nappal, akkor szerintem belejönnék a kanyargásba. Lehet, hogy kéne rátolni itt Szeszont direktezetre. Mert itt az ember nem megy túl. Nem tudom, látszott-e a kamerán, hogy hol vezetett az egyenes. Hol vezetett volna.
Ennyi volt Tobogga